És most folytatjuk, ugyanis hónapok után újra újságírók előtt tartott kormányinfót Gulyás Gergely. Erről mutatunk egy összefoglalót, és utána Banai Péter Benőt kérdezi Robi. Tisztelettel köszöntök mindenkit újra a normális keretek között. A veszélyhelyzet utáni első kormányinfón így köszöntötte a résztvevőket Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a védekezés sikeres volt, a szükséges intézkedéseket időben hozták meg. Úgy látja viszont, hogy bár a járványhelyzet alatt nemzeti egység jött létre, az ellenzék ennek nem volt része. Az iparkamara elnökének felvetésére, miszerint módosítani kellene a kataadózás szabályait, Gulyás azt mondta, a jelenlegi gazdasági helyzetben a kormány nem akar egy egyébként sikeres adónemen változtatni. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság visszavonatná a kormánnyal a külföldi finanszírozású civil szervezetek listázásáról szóló törvényt, a tárcavezető azt mondta, olyan megoldást keresnek, amely a kormány eredeti igényeinek és a bíróságnak is megfelel. Fontos ügyekben egyébként a magyar államnak adott igazat az indokolás, konkrétan az alkalmazott intézkedést tartotta jogsértőnek, tehát a nyilvánosság, átláthatóság témakörében, és szerintem az egész jogszabály ezt szolgálja, ott megerősítette a magyar állami igény jogosságát. A munkanélküliségi adatokkal kapcsolatban azt mondta a miniszter, mintegy 100 000 munkahely szűnhetett meg a válság miatt. És a stúdióban Banai Péter Benő államtitkár, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Öreget kívánok, köszönöm a meghívást. És pont jókor jött államtitkár úr, mert az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetekben nagyon sok ellenzéki képviselő már itt ült a stúdióban, akik többnyire mondjuk, vagy nagyon sokszor éppen a költségvetés apropóján szólaltak meg. És tudja, hogy mi volt az egyik leggyakoribb terület vagy téma? Az az nevezetesen, hogy a 2021-es költségvetéssel a kormány ki akarja véreztetni az önkormányzatokat. Mennyire helytálló ez a kifejezés ön szerint? Valóban sokszor hallottam ilyen és hasonló kifejezéseket a törvényjavaslat átás vitájában. Én úgy gondolom, hogy ha a tényszámokat megnézzük, akkor azért ezt a kifejezést meg lehet cáfolni. Miért mondom ezt? Amiért a kritikák érték a kormányzatot, az az, hogy véleményünk szerint a mostani járvány elleni védekezésben, illetve a gazdaság újraindításában mindenkinek ki kell venni a szerepét. Erről ez alól nem húzhatja ki magát egy család sem, egy vállalkozás sem, hiszen érinti őt a mostani helyzet, a központi költségvetés sem és a helyi önkormányzatok sem. Mi partneri viszonyt kértünk az önkormányzatoktól, azt kértük, hogy az egészségügyi védekezéshez járuljanak hozzá gépjárműadóval, ez mintegy 34,4 milliárd forintot jelent, a teljes önkormányzati költségvetésnek kicsivel több, mint 1%-át. Hozzáteszem, hogy egyedül a védekezésre a központi költségvetés mindenféle arányban jóval több pénzt költ, tehát az eredeti kiadási bevételi számoknak több mint a 3%-át fordítottuk kizárólag egészségügyi védekezésre, és akkor még nem beszélek a gazdaságvédelemről. Hát persze, tehát jó, de erre az önkormányzatok azt mondják, hogy akárhogy is nézik, valahol 500 millióval, valahol több 100 millió forinttal, de az ő bevételeik csökkennek. Mint ahogy a központi költségvetés bevétele is, mindenki megérzi ezt a válságot. Hát arról beszélünk, hogy Európa ma gazdasági visszaeséssel kalkulál. Az összes tagállam az Európai Bizottsághoz leadott úgynevezett konvergencia programban gazdasági visszaeséssel kalkulál. Mi is ezzel számolunk, de ettől függetlenül védekezni kell. Tehát tudjuk, hogy mennyire komoly, 100 éve nem látott egészségügyi probléma az, ami most előttünk van, illetőleg amit úgy látom, hogy az első hullámot tekintve sikeresen megoldottunk. Emellett van a gazdaság talpraállítása, tehát ezzel a problémával szembe kell nézni. Csinálhatunk úgy, hogy engem nem érint ez a probléma. Én nem akarok ezzel foglalkozni, de ez nem a helyes megközelítés. No, nézzük a többi számot, államtitkár úr. Ugye azt mondja az ellenzék, hogy bár kétségtelenül egyetértenek és helyesnek látják azt a számot, hogy a kormányzat jövőre ugye közel 120 milliárd forinttal többet ad normatív támogatásban. Igen ám, de 140 milliárdot, vagy majdnem 150 milliárdot meg elvisz az önkormányzatoktól. Tehát összességében akkor az önkormányzatok, hogy ezt a két számot veti össze az ember, ön is csak azt láthatja, nem, hogy akkor rosszabbul járnak. Nézzük a tényszámokat. 2021-es évben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, az önkormányzatok támogatása mintegy 120 milliárd forinttal növekszik. Növeljük a központi feladatok, az önkormányzati feladatok finanszírozását Budapest fővárosnak és az összes kerületnek az állami támogatása is növekszik. Emellett kétségtelen van egy úgynevezett szolidaritási hozzájárulás. Azért hívjuk szolidaritási hozzájárulásnak, mert az önkormányzati alrendszeren belüli pénzmozgásról van szó.
óriási anyagi különbségek vannak ma Magyarországon. Egy községben, illetőleg fővárosban élő magánszemély azt látja, hogy ugyanazt a feladatot el kell látni, ugyanazt a közszolgáltatást részére biztosítani kell. Mindenütt kell, hogy legyen bölcsöde, óvoda, közvilágítás, hivatal, ahova a problémákkal be lehet menni. Mégis az önkormányzati anyagi különbsége, anyagi helyzete között óriási különbség van a főváros és a községek között, mint egy 5,6-szeres. A megyei önkormányzatok és a községek között körülbelül 3-szoros. Éppen ezért a szolidaritási hozzájárulás arról szól, hogy a tehetősebb önkormányzatok járuljanak hozzá a szegényebb önkormányzatok feladatainak ellátásához. Magyarán szóval önök amilyen pluszbevételhez jutnak, tehát nem önök ugye az állam után ezt vissza fogják osztani majd a szegényebb önkormányzatokhoz. Így van, itt egy önkormányzati rendszeren belüli szolidaritásról van szó. Az említett anyagi különbségek egyébként nemzetközi mércével kimagaslóak, tehát éppen ezért már 2013, illetőleg 2017 óta működik ez a rendszer. Most ezt a rendszert támadják sokan a parlamentben. Hozzáteszem, én megértem, hogy minden egyes önkormányzat azt szeretné, hogy több pénz álljon rendelkezésre, de ez a több pénz véleményünk szerint alapvetően a gazdasági növekedésből kell, hogy jöjjön, és ha megengedi, ez nagyon fontos. Az elmúlt 5 évben az helyi önkormányzatok legfőbb bevételét kitevő iparűzési adó 50%-kal növekedett. Ez a nominális számokat nézünk, most már 260 milliárd forinttal nagyobb iparűzési adó bevétel, mint 5 évvel ezelőtt volt. Mi azon dolgozunk, hogy ezt az egészségügyi helyzetet kezeljük, készek legyünk arra, hogyha visszatér egy második hullám, később hullám, akkor legyenek források ennek a kezelésére, és a gazdasági növekedést mielőbb arra a pályára tudjuk állítani, ami 2019 és azt megelőző években jellemezte Magyarországot. Hogyha ebben sikeresek leszünk, és a gazdasági növekedést vissza tudjuk állítani arra a szintre, ami a korábbi években volt, akkor az a helyi önkormányzatoknak a bevételét jelentősen fogja növelni, hiszen ez volt a helyzet a megelőző években is. Hadd kérdezzek valamit. Tulajdonképpen akkor most mindenkinek azért kell drukkolnia, hogy második hullám ne legyen, és akkor a gazdaság tökéletesen tud teljesíteni, és akkor majd abból tudnak pénzt visszaosztani, hogyha nagyon röviden össze kellene most foglalnom az ön gondolatait. Hadd kérdezzek valamit. Azt mondja az ellenzék, hogy végtelenül elkeserítő volt a számukra, hogy mondjuk a vitában nem tudtak részt venni, a költségvetési bizottságnál ugye nem tudtak hozzászólni. Ugyanakkor az ellenzék azt mondja, hogy 800 módosító indítványt adtak be, amik közül egyet se fogadtak el. Mondjuk Karácsony Gergely azt mondta, hogy ő például nagyon örülne annak az egynek, hogy ezt a bizonyos szolidaritási adót legalább átmenetileg eltörölnék. Lát-e abban lehetőséget, hogy bizonyos módosító javaslatokat mégis nem tudom én elfogadnának, vagy elfogadnak? Valóban több mint 800 ellenzéki módosító javaslat érkezett. Azért, ahogyan vizsgáljuk ezeket a módosítókat, annyiféle értékelés van, én tényszerűen hadd mondjam el, hogyha ezeket a módosító javaslatokat az országgyűlés elfogadná, akkor a költségvetés végrehajthatatlan lenne. Sőt, matematikailag is egy csomó módosító indítvány értelmezhetetlen. De azzal is, hogyha mondjuk átmenetileg ezt a bizonyos szolidaritási adót csak Budapest esetében elengedni. Hadd mondjak konkrét példát. Tehát központi tartalékoknak van 270 milliárd forintos összege. Van olyan tartalékrész, aminek a többszörösét csoportosítanák át ezek a módosító indítványok. Tehát olyan nem létezik, hogy egy mondjuk 100 milliárd forintos erőházatból a módosító indítványok 500 milliárd forintot vesznek el. Ilyen arányok vannak. Tehát matematikailag befogadhatatlan. 100 milliárdos kiadási erőházatot legfeljebb nullára lehet lecsökkenteni, nem lehet mínuszba átvenni. Tehát ezek a módosító indítványok jelentős részben matematikailag is kezelhetetlenek, házszabályoknak sem felelnek meg. Ami pedig a második fölvetését illeti a szolidaritási hozzájárulást. Egy olyan rendszerről van szó, ami 2017 óta működik, és az anyagi különbségeket a központi támogatásoknál is figyelembe vesszük. 745 önkormányzat érintett ebben az anyagi átrendezésben, az önkormányzati rendszeren belüli szolidaritásban. Az, hogy hogyan kell átrendezni, ezt egy képlet határozza meg. Az anyagi helyzet alapján kerül sor az átrendezésre. Egyetlen egy önkormányzat van, akire speciális szabály vonatkozik. Ez Budapest főváros. Neki az egyébként fizetendő tételből 15%-kal kevesebbet kell fizetni. Nincsen ilyen szabály Debrecennél, Székesfehérvárnál, Győrnél, egyedül Budapestnél. No, nagyon nehéz helyzetbe hozom, mert röviden kellene válaszolnia. Ön budapesti? Nem, Dunakeszin lakom. Dunakeszin lakom, jó, de jár Budapesten, meg így itt dolgozik. Így csak van. Azért kérdezem, mert itt van a Lánchídnak az ügye, de kérem röviden válaszoljon. Mi az igazság most abból, hogy a főváros azt mondja, hogy a Lánchídnak a felújítására tulajdonképpen nincsen pénz, nincsen költségvetési forrás. Van a költségvetésben mondjuk akkora keret, akkora mozgástér, hogy a Lánchídat fel lehetne újítani? Ez az állítás tényszerűen nem igaz.
él az a kormánydöntés, sokszor elmondtuk, amely szerint 6 milliárd forintot biztosít a kormányzat. Ahogyan megy előre a projekt, a forrásokat biztosítani fogjuk. A jövő évi költségvetésben is van egy elkülönített előjázat, amiből ezt a projektet tudjuk finanszírozni, amennyiben a főváros lépéseket tesz, és valóban megkezdi a Láncid felújítását. És mennyi a jövő évi költségvetésben előirányzott tartalék erre? Egy összevont előjázat van, közel 20 milliárd forint áll rendelkezésre a budapesti fejlesztésekre, ebből a tételből lehet finanszírozni. Az általános indoklásban részletekben be is mutatjuk, hogy ezt a célt is tudja finanszírozni az említett budapesti fejlesztés. Itt a stúdióban, én bízom benne, hogy fogunk még találkozni, legalábbis jó lenne, hogyha így akár a költségvetés apropóján még azért több tételterületet tudnánk tisztázni. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy itt volt. Köszönöm szépen.